Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével megtisztelt minket Szegvár vadonatúj szökőkutyának avató ünnepségén. Először is hallgassuk együtt a bazsamári népdalkört. Szökőkút adományozója dr. Márton Sándor szavait Andrássy Elemér Szegvár plébánosa tolmácsolja. Tisztelt ünneplő szegváriak, hölgyeim és uraim! Különleges a mai nap, hiszen hosszú idő után ismét üzemelő szökőkút ékesíti Szegvár központi terét, parkját, s az elkészült szökőkút nem csak egy köztéri alkotás, a nagyközség egyik ékessége, hanem szimbóluma az életet adó víznek. Településünket méltó nevezik a vizek falvának, hiszen keresztül folyik rajta a Kurca és a Kórogy, a horgászok és a természet szeretők szívesen töltik szabadidejüket a Kórogy tónál és a Lándortónál. Az Alföld egyik szimbóliuma, a Szőke-Tisza pedig alig 3 kilométerre kanyarog a falutól, holtágánál gazdag növényvilággal és állatvilággal mindannyiunk örömére. És itt állunk Európa egyik legnagyobb geotermikus mezője felett, mely a mi védékünkön élő ember számára nem csak hőt, energiát, hanem életet is jelent, hiszen termálkútjainkra is alapozott kertészetünk messze földre vittem és viszim térségünk hírét az itt termelt zöldségeken keresztül. A 19. század második felében a technika fejlődésem lehetővé tettem, hogy egy falu lakósága mélyfúrású kútak segítségével
tiszta és egészséges vizet nyerjen a föld mélyéről. A kutak az emberek találkozó helyévé is váltak, hiszen kannákkal, kantákkal, korsókkal vitték haza a vizet a közkutakról az emberek. A város kutyánál összetalálkozva megosztották egymással gondolataikat, híreiket, tanácsot kértek és adtak egymásnak a mindennapi élettel kapcsolatban. Mára a modern 21. században ezt utóbbi szerepet a parkok, terek és szökőkútak vették át, mely régóta hiányzott Szegvár település képéből, s méltó díszévé vált a nagyközség központjának. Emlékeztetővé a szegváriak számára a vízben és a termálvízben rejlő lehetőségekre, mely néhány évtizeddel ezelőtt a térség gazdasági föllendülésének motorját jelentette, sok ember munkahelyének, megélhetésének az alapját. Ahogy a kút adományozója számára is, aki szeretett szülőhelyének köszöneteként ajándékoztam a műalkotást, azért az életre szóló útravalóért, amit itt kapott. Dr. Márton Sándor gyermekéveit a szülői otthon melegében s az iskola gondos tanító légkörében töltöttem, ahol többek között Szász Istvánnal, Bartusz Andrással, Mihály Istvánnal kötöttek barátságot, rokoni kapcsolatot, például Szecskóék, akik végig kísérték életét. Szegvár volt számára a bástya, és egyben a menedék, ahova jó volt visszatérni a nagyon fiatal korában elszenvedett hadifogság után. Településünkön szerezte későbbi munkájával kapcsolatos alapismereteit, akár közgazdaságról, jogi ismeretekről, vagy mezőgazdaságról legyen szó, melyben évtizedekig munkálkodott. Későbbi szentesi munkában töltött évei alatt a termálvíz mezőgazdasági célú hasznosítása terén nemzetközi szakmai eredményeket is ért el. Ezt nem csak az akkori Árpád termelőszövetkezetnek, hanem az egész térségnek, köztük Szegvárnak is jelentős gazdasági hasznot hozott. Biztos munkahelyet teremtve ezzel több ezer lakós számára, hiszen a kutatások célkeresztjében a zöldségtermelés gazdaságosságának, a termálenergia zöldségtermelésre való használata került. Hölgyeim és uraim! Azt szokták mondani, hogy az életben vannak olyan események, vannak olyan érzések, amelyeket nem lehet mondatokban kifejezni, hiszen szavaink nem adják vissza tökéletesen a mindenkori gondolatainkat. Nem tudjuk pontosan megfogalmazni, hogy számunkra szülőföldünk mit jelent, mégis ki szeretnénk fejezni azt a nagy hálát, amelyet szívünkben érzünk, s a rengeteg élményt, amely ezer szállal szülőföldünkhöz köt. A zene, a művészet, egy műalkotás, a ma itt, a település szívében átadott szökőkút alkalmas arra, hogy kifejezze mindazt, amely szavakkal elmondhatatlan, mégsem maradhat kimondhatatlanul. Kifejezzem azt a hálát és köszönetet, amelyet nagyközségünk Szegvár iránt mindannyian érzünk, hiszen számunkra az élet egyik gyökere, forrásvize településünknek.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen! Most pedig hallgassuk meg Szabó Tibor György, Szegvár Nagyközség polgármesterének szavait. Kedves szegváriak, tisztelt vendégeink! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm minden kedves megjelentet. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Márton Sándort, lányát Farkasné Márton Katalint és Farkas Sándort, az Agrárminisztérium miniszterhelyettesét. Nagy örömömre szolgál, hogy ezen az októberi szép napon, itt a Szabadság tér közepén összegyűltünk ennek a gyönyörű szökőkútnak az avatásán. Hála és köszönet az önzetlen felajánlásáért dr. Márton Sándornak és családjának. Ezért a csodaszép szökőkútért, amit itt a park közepén állíthattunk fel. De most menjünk vissza egy kicsit az időben. Egy jó évvel ezelőtt Farkasné Márton Katalin keresett meg minket azzal, hogy édesapja szeretne valami maradandót adományozni Szegvárnak. Ekkor jött ez az ötlet, hogy legyen egy új szökőkút itt a főtéren, mely már az idejét múlt régi szökőkutat helyettesíteni. A szökőkút elemei Kínában készültek, így hát nem kis utat tettek meg, amire megérkeztek hozzánk. Nagyon izgatottak voltunk, mikor a kamion begördült a Szabadság térre, és nagyon vártuk, amikor a Gyenes Kft. Munkatársa leszette a raklapokat a kamionról, hogy megvan-e minden eleme, hibátlan-e, sértetlen-e, hogy összetudjuk állítani ezt a szökőkutat. A helyszín kiválasztásában a nagyon kedves kertépítő mérnök úr segített nekünk. A szökőkút építési munkálatait a Szegvári Falufejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. Munkatársai végezték Bandula Ferenc irányítása alatt. Nagyon köszönöm nekik ezt a gyors, precíz munkát, amit most itt láthatunk. Köszönet az önzetlen segítségéért a Szegvári Puskin Mezőgazdasági Szövetkezet vezetőjének, Szunyi Tamásnak és munkatársának ezek elemeknek a beemeléséhez. Szolgáljon ez a szökőkült puszta látványa örömet minden szegvári és ide látogató embernek. Vagy a nyári nagy melegekben egy kis felüdülést a víz hűsítő hatása. Mint közismert, a kör alak az összetartozást és az örökké valóságot jelképezi, így hát legyen ez a kút a szegváriak összetartó közösségének szimbóluma. A szökőkutak másik elengedhetetlen eleme a víz. A víz egy szétválaszthatatlan, formálatlan anyag, lételem, erőforrás és maga az élet. A víz látványa, hangja, közelsége mindig megnyugtat minket. Tágabb értelemben pedig a víz, mint szimbólum is megjelenik az emberi életben nap mint nap. Legyen ez a hely egy olyan hely, ahol ha szükség van rá, meg tudjuk pihenni és fel tudjunk töltődni. Minden szegvári nevében még egyszer köszönjük dr. Márton Sándornak nagylelkű felajánlását. Kívánunk neki a továbbiakban is jó egészséget. Köszönjük szépen! Fogadják szeretettel a Kurcaparti Óvoda Mazsola csoportjának kis műsorát. Yeah.
papámhoz. Azt mondja a Varga, nem élő most arra, mert ő most a csizmát nagy uraknak varja, szarunak, bójának, a bőröm vitának. Kár, 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 ne ijed a kárki fiának, szaru is, bója is, a bőröm vita is. Azóta a húgos banka is. Csak a cinegének szomorú az éne, nincsen cipős éje, már is se szegénynek. Keresi, kutatja, repül gajról gajra. Kis cipő, kis cipő, egyre csak az hagyja. Hallani rendőr, hallani kentőr, 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 hallani rendőr, h
Köszönjük szépen! Most pedig következik a Dobbantó Néptánc Együttes. Köszönjük szépen! Most pedig felkérem Andrássy Elemér atyát, Szegvár plébánosát, szentelje meg és áldja meg az új szökőkutat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Isten, akinek bölcsessége határtalan, és jóságának kincstára kimeríthetetlen, szüntelenül megvilágítja az emberek értelmét, hogy új útakat találjanak, melyek segítségével a különféle híreket könyvekben kicserélhetik egymás között.
ha helyesen használjuk ezt a csodálatos szökőkútat, ezt a kültéri eszközt, komoly segítséget nyújt az emberiségnek, mert nagyban hozzájárul az értelem kiműveléséhez, valamint Isten országának terjesztéséhez és erősítéséhez. Hallgassuk meg testvéreim figyelmesen a következő részletet Szent Márk evangéliumából. Jézus végül a 11-nek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Aztán így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegekre ráteszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazoltam. Az egymás közti érintkezés módjának könnyebb és helyes használata nagyban hozzájárul az emberiség haladásának előmozdításához, de Isten tervének is kiválóan megfelel, aki azt akarja, hogy igazság és szabadság kapcsolja össze az embereket. Hirdessük hát Isten csodás műveit egy szívvel, egy lélekkel, a következő válasszal: milyen csodálatosak a te műveid, Urunk! Milyen csodálatosak a te műveid, Urunk! Áldott vagy, Urunk, örök bölcsesség, aki megvilágítod az emberek elméjét, és kezdeményezéseit áldásoddal kíséred. Milyen csodálatosak a te műveid, Urunk! Áldott vagy, Urunk, aki napról napra látható dolgokkal a láthatlanok kutatására indítasz minket. Milyen csodálatosak a te műveid, Urunk! Áldott vagy, Urunk, aki nem szűnsz meg kinyilatkoztatni minden hatóságot, titkait a téged keresők előtt. Milyen csodálatosak a te műveid, Urunk! Áldott vagy, Urunk, aki arra ösztönzöd az embereket, hogy a természet titkait kutatva téged keressenek és dicsérjenek, mint annak teremtőjét. Milyen csodálatosak a te műveid, Urunk! Áldott vagy, Urunk, aki azt akartad, hogy a bűn miatt szétszóródott gyermekeid Krisztusban gyűljenek össze, hogy egy családot alkossanak. Milyen csodálatosak a te műveid, Urunk! Áldott vagy, Urunk, aki azt akarod, hogy országod evangéliumát minden népnek hirdessék, hogy megismerjenek téged, az igaz Isten, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Milyen csodálatosak a te műveid, Urunk! Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkottam. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson elődben. Az Úr legyen veletek! Könyörögjünk! Alázattal áldunk téged, Urunk, mindenható Istenünk. Te megvilágosítod és arra indítod az embereket, hogy a természet általad elrejtett titkait kutatva csodálatosan fejlesszék műveidet. Tekints, Urunk, kegyesen szolgádra, aki ezt a szökőkútat adományoztam, és tekints szolgáidra, akik ezt a szökőkútat használják, melyeket nem szűnő iparkodással messzi országban is készítettek.
Add, hogy általa mindenkor az igazságot közöljem, táplálja a szeretetet, védje az igazságosságot, és terjesszen itt a településen az örömet. Ápolja és erősítse meg mindenek közt azt a békét, melyet az Úr Krisztus hozott nekünk az égből, és a mindenható Isten áldja meg, és szentelje meg ezt a szökőkútat, aki él és uralkodik mindörökkön, örökkém. Köszönjük szépen! Ünnepségünk zárásaként következzék ismét a Bazsamári népdalkör. Thank you.
Köszönjük szépen, és köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, további kellemes délután kívánok!